I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Nob vagyok, és most be fogom mutatni ezt a kocsit, ami az Denus Paravaner névre hallgat. Nézzük is a tuningját. Ugye ez a kocsi már volt a csatornán, ugye az Armored verziója. Csak ugye azt nem lehetett vinni versenyre. De ezt most meg fogjuk nézni versenyen is. Na, első lökösök. Úr, lehet rárakni ilyen durvábbat. Ah, nem néz ki, azt mondom, hogy karban az előtt teljes. Így. Hátorra jött ez. Akkor motor. Na, kipufogó. Hát, legyen ez. Még jól néz ki. Na, akkor hűtőrács. Hát itt az első, több ez mint szar szerintem. Már lehet valakinek tetszik. A motorháztetőből legyen ez a verzió. Akkor lámpa. Neon. Neon az legyen. Legyen mondjuk piros. Livery. Hát livery szerintem ugyanazok vannak rá, mint a másik verzióra. De erre valami mást fogunk rácsapatni. Lehet, hogy ezt. Ezért megnézzük meg. Hát legyen ez. Na, színbe. Mi passzolni egy ilyen? Ó, még ez a piros jól néz ki. Ilyet is. Piros lesz a másik szín is nyilván. Na és akkor a belseje. Hú, hát az fehérben rohadt jól néz ki. Crew embléma, ahova ugye tudtok csatlakozni, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Na és akkor... bukókeret. Hát szerintem csak legyen ez a sima, vagy itt az ülés ez elég csúnya néz ki. Az alapnál nem változtatja. Akkor tető. Hát itt semmit nem változtatunk. Küszöbb. Na, spoiler. Hú, ez megynek nem rossz. De viszont ez sem. Hú, erre elég király spoilerek vannak. Nagyon nehéz ezt a választás. Jól néz ki ez a nagyobb is. De viszont ezek a kisebbek is jól néznek ki. Hát legyen ez az egyen kisebb. Na ez mi? Aha, de a tetejére rak ilyen cuccost. Na, dobjuk rá. Leültetjük, akkor váltó, turbó. Felni marad rajta a gyár, ez teljesen okés. Akkor krúszín lesz a gumifüst. Na és akkor megyünk egy versenyre, és akkor megnézzük, hogy mit tud ez a bestia. Na akkor itt is van egy versenyre, és akkor nézzük, hogy mit tud az Denus Paragoner. Hát korábban mentem már itt a Kurumával, azon a 46-4-es kör tudtam menni. Ezzel majd meglátjuk, hogy mit is tudunk. Már mondjuk a hóban vagyunk, szóval egy olyan végső időből majd olyan 2 másodpercet le kell vonni. Kb. Mert ugyan annyit lassít a hó. Ez a gyorsulásra egy picit nem volt az igazi. Elkapartak a kerekek, de hát az nyilván nem a hó miatt volt. Viszont a tempója az... egész jó. Rohadt jól megy. Még így hóban is. Már mondjuk kanyarodni nem nagyon szeret. Összességében nem rossz autó ez szerintem. Egy versenyre megéri elvinni.
mert amúgy jó gyorsul viszonylag, ha nem kap alá a kerék. De hát ezt nyilván le kell tesztelni ugye száraz körülmények között is. Viszont a tempója az nagyon jó volt, az kiemelkedő. A nyaradása viszont tehát az borzalom volt. De versenyre ajánlom ettől függetlenül. Viszont ha tetszett ez a videó, akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, vagy kövessetek be Twitch-en. Facebookon GTA Krumi lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!